Kolléganőnk Balog Judit ott van Hódmezővásárhelyen. Szervusz Judit, te tegnap egész nap a helyszínen követted az eseményeket, este pedig a megválasztott polgármesterrel is beszéltél. Mit tapasztaltál, milyen volt a hangulat és mire lehet számítani a következő napokban? Szervusz, és jó reggelt kívánok a nézőknek. Valóban nagyon sokáig forgattunk, nagyjából hajnal egy óráig. Itt éjszaka ugyanis Hódmezővásárhelyen egy spontán kis örömünnep alakult ki gyakorlatilag. Miután megláttak a választási eredmények, Márki-Zay Péter és a támogatói egy hatalmas konvojjal, kocsi konvojjal indultak ide a Városháza felé. Egy hatalmas magyar zászlót lobogtattak és dudáltak, így érkeztek meg ide a Hódmezővásárhelynek a főterére, és itt ünnepelték a megválasztott polgármestert. És itt egyébként a skandálás legtöbbször az volt, hogy április 8, tehát valóban úgy tűnik, hogy úgy érezték, akik együtt ünnepeltek Márki-Zay Péterrel, hogy ez a választás nem Hódmezővásárhelyről, hanem sokkal többről szól. Most egyébként már az önkormányzatnak az épületében vagyunk, mert hogy a tervek szerint 9 órakor jön ide Márki-Zay Péter, és akkor veszi át majd a hivatalát. Csak egy érdekes történet arra vonatkozóan, hogy most mindenki mennyire bizonytalan itt a Városházán egyébként, hogy mi is a helyzet. Mi engedélyt akartunk arra kérni, hogy innen az épületből tudjunk bejelentkezni önökhöz. És a portás elkezdett telefonálgatni, és némi bizonytalankodás, tanácstalankodás után, végül is több telefon után azt mondta, hogy hát erről már kérdezzük meg az új polgármestert, aki egyébként még nem vette át a hivatalt. Ez tehát a helyzet itt Hódmezővásárhelyen 9 órakor elméletileg átveszi a hivatalát Márki-Zay Péter. Balogh Juditnak köszönjük szépen!